Van-e analógia az 1970-es évek elején a filozófusok elleni támadások és a jelenlegi helyzetük között? Igen, van analógia. A 73-as támadás, amik a akkori MSZNP központi hivatalainak, központi ellenőrző bizottságának, központi bizottságának az iniciatívára készült, ez egy határozat volt a budapesti iskola, tehát néhány filozófus ellen, akiket antimarxizmussal vádolták, és az volt a szövegben, hogy miután antimarxisták vagyunk, nincs helyünk a magyar tudományos életben, én azt a szöveget kaptam, hogy alkalmatlan vagyok tudományos kutatásra. Miközben a miniszterelnök, Fokjenő volt akkor a miniszterelnök, azt mondott a parlamentben személyesen, hogy kiveszi kezemből a tollat. A férjemet, Fehér Ferencet akkor őrizetbe vették azzal, hogy devizabüntettet követett el. A házkutatás úgy szervezték, hogy devizabüntett gyanúja miatt házkutat szerveznek reggel 5 órakor, a lakásunkban. 3 napú fogság után kiderült, hogy a deviza büntet államellenes izgatás volt, az a rendőrségi figyelmeztetés én is kaptam, ő is kapott. Most nagyon hasonló helyzet. Megpróbálják a filozófusok egy csoportját, de csak azt a csoportot, akinek liberális baloldali nézetei vannak, és kritikusak a mai Fidesz kormánnyal szemben, különösen azokat, akik Orbán Viktorral szemben is kritikusak, megpróbálják hát mondjuk gazdasági bűncselekménnyel vádolni, annélkül annak bármiféle alap lenne. Ez a gazdasági bűncselekménnyel a vád lényegében csak azt akarja, hogy a vádak voltak ebben politikailag. Ez a politikai vádaknak az arca vagy álarca, ami arra szolgál, hogy a közönség előtt bemocskolják, besározzák el néhány ember nevét, mert az emberek hisznek a sajtónak többnyire, és az jó, nem loptak egy 500 milliárdot, de biztos loptak egy néhány milliót. Szóval előre szeretném kijelenteni, hogy a hellerék és a 500 milliárd összekapcsolásának az az igazság, hogy én egy fityinget sem vettem, tettem zsebre ebből a 500 milliárdból, és akit zsebre tették, jogosan tették a zsebre, az nem zsebretevés volt, hanem hosszú, 3 esztendős munkával érték el, igen sokan, főleg fiatal kutatók, akinek más alkalmuk nem volt arra, hogy tudományos kutatást végezzenek filozófiából. Tehát a hasonlóság megvan, megpróbálják besározni az embert, azért, mert politikailag ki akarják az embert végezni. Erről van szó. Ez a 500 milliárd, ez tán több éven keresztül a filozófiai intézetben dolgozó filozófusok által megpályázott összegeknek valamilyen közösítése révén jöhet létre. Tehát most egy picit, Ágnes, picit félrevezető volt, amit mondott, mert hiszen elfogadta ezt a 500 milliárdot, amivel például önt vádolják, ha egyáltalán önt vádolják személy szerint, az azt hiszem, hogy 50 vagy 70 millió forintos. Éven, mert a cikk úgy jelent meg, hellerék és a 500 milliárd. Az összes pályázatot az én nevemmel jegyezték. Akár ismertem az illető pályázatot, akár nem, akár barátom, vagy személyes barátaim is voltak köztük, akár nem, akár nem is találkoztam velük, vagy csak 3-szor is hivatalos körülmények között. Mégis hellerék címén közölték, hogy 500 milliárd el lett lopva, sikasztva, zsebretéve, stb. Hogy személy szerint én csak egy pályázatban vettem részt, de az összes pályázatokat Hellerék című jelentette meg a Magyar Nemzet, nem egyszer, hanem legalább 4-szer, minden szövegben. Mennyi ebben az antiszemita él, hiszen éppen most tegnap előtt volt egy felebbviteli bírósági döntés abban az ügyben, hogy Demeter Tamás, aki az MTA Filozófiai Intézetének igazgató helyettese jelenleg 2009-ben antiszemita kijelentéseket tett Gábor Györggyel kapcsolatban egy karácsonyi intézeti összejövetelen, ahol egyébként Demeter István ma már jogerős ítélet szerint részegen mint valamiféle zsidó összeesküvést emlegette azokat a filozófusokat, akik most pellengére vannak állítva.
Létezik ez az összefüggés? Érdekes kérdés. Most a vélemény az, hogy nem okvetlen antiszemiták azok, akik ezt a támadást intézik. De mindig rá lehet játszani indirekte az antiszemita kártyára, arra, hogy hatást gyakoroljanak. Ugye a képeket, hogy leközölték, csak zsidó képét közölték le, a nem zsidó képét azokat nem közölték le. Hol, bocsánat, hol közölték le képet? A magyar nemzetben. Mivel kiketnek a képét közölték le, nem csak a magyar nemzetben, hanem a magyar hírlapban, sőt a magyar fórumban is. Az én képen Vajda Mihály Radnóti Sándor képet, közölték le. Ugye a zsidó képet közölték, érdekes a magyar fórum, még a Cúslágot is hozzárakta, nem tudták az ostabak, a Cúslág nem zsidó, hanem antiszemita. De hát vélve a német neveket odarakták. Kérem, a Steiger Kornélit azért rakták be a csoportba, mert Soros életműdíjat kapott. Semmi mások nem volt rá. Nem is tudom, hogy liberális politikai gondolkodó-e, de a Soros neve már, ugye nem azok számára, akik ezt írják, azok számára, akik olvassák, egy hatásos név. Az is a büdös zsidó áll a hátam mögött. Tehát ismétlem, én nem azt mondom, hogy akik ezt sugalmazzák, azoknak a célja, vagy a motiváció antiszemita volt, hanem mindig rájátszanak arra, mert az olvasó mindig jobban hiszi el, hogyha a zsidókra mondanak valamit, mint a másokra mondanak valamit. Mi lehet a valódi indok mögött, a támadás mögött? Minden kornak úgy látszik, megvan a maga koncepciós pere. Igen, koncepciós per van, és voltak benne nagyon hasonló. Mert 73-ban is olyan korszak volt, mikor mi külföldi lapokba írtunk, és interjút adtunk. A férjem adott interjút például Angliában, BBC-nek, mi adtunk interjút, beszéltünk külföldi újságírókkal. Mi voltunk az egyetlenek, a külföldi újságírókkal beszéltünk. Tehát rossz hírét keltettük hazánknak. Ezt úgy fogalmazták meg, hogy államellenes izgatás. Hát most is államellenes izgatással vádolnak bennünket. Mert beszélünk a sajtótörvény ellen, beszélünk a magánvagyonnak az államosítás ellen, és hát mondjuk Radnóti és én egy mondatot mondtunk Orbán Viktorral is, én per azt, hogy Orbán Viktornak diktatórikus hajlamai vannak. Most ezt ő nem fogja megbocsátani. Ugye én nekem az az véleményem, hogy Orbán Viktor ezt örökké emlékezetbe tartja, és hogy nekem az a véleményem, ismétlem a véleményem, ugye nem állítom tényként, hogy ő van az egész mögött. Annyiból mindenféleképpen, ugye, hogy itt minden kormányváltás idején kineveznek valakit az utóbbi 10 évben, akinek az a dolga, hogy az előző kormányhoz kapcsolódó korrupciós ügyeket, amelyeket ugye az indokkal, hogy egy korrupció, tehát egy kormány a saját korrupcióját soha nem fogja leleplezni, vagy a saját pártjának, tehát a kormányzó pártok a saját korrupciókat nem fogják leleplezni. Ugye már az előző időszakban is, tehát még az MSZP-SZDSZ kormány időszakában is volt valaki, aki akkor egyébként kudarcot vallott azzal, hogy a korábbi Fidesz kormányhoz köthető, vagy elképzelt korrupciós ügyeket leleplezze, akkor ez ugye meghiúsult az akkori ügyészségen, megtörtek ezek a hullámok, most viszont megint csak egy hasonló ügy van, ugye megint kineveztek valakit, akinek az a feladata, hogy korrupciós ügyeket keressen az elmúlt kormányzási időszakból. Megtalálta önöket. Sok minden lehet vádolni a szocialista kormány, de éppenséggel ezzel őket nem. Mert hogy a hagyóügy, a mesterházi ügy, a Cúslábi, ez mind a szocialista kormány idején került az ügyőség elő, és az ítéletek, az első ítéletek is még a szocialista kormányzás alatt történtek meg. Tehát akármit mondhatunk azok a kormány, de nem mondhatjuk azt, hogy védték az ő sikasztóikat. Mert az ártatlanság védelme mindenkit megillett, de amikor kiderül, hogy nem ártatlan, ők nem védték a sikasztóikat. Itt másról van szó. Itt önökről szok, meg se nézték, hogy hozzányúltak pénzt. Eleve feltételezték. Tehát éppen az ártatlanság védelmét nem ismerték el. Tehát egy gyűlölethadjárat folyik, csak azért, mert más álláspontunk van. És ennyiben nem a mostani szocialista kormányhoz, hanem a Kádár kormányhoz hasonlíthatók. Mennyire veszélyesek a gondolkodók egy-egy történelmi korszakban? Tényleg veszélyesek? Hát csak ücsörögnek otthon,
meg írogatnak, kik olvassák egyáltalán a filozófusokat. Miért ilyen veszélyesek a filozófusok? Nézd, ha nincsenek diktatúrák, vagy nincsenek diktatikus hajlamú emberek, vagy nem autoritatív a kormányzat, akkor voltak éppen nem ártanak a filozófusok, és a kritikusok sem, az hozzátartozik a demokrácia működésére, hogy kritizáljuk a kormányt, ironizáljuk a kormányt, ahhoz egy olyan hatalomnak kell lenni, mint az iszlámista hatalom, nem bírja a Mohamed-ről készült karikatúrákat. Úgyhogy ez már egy olyan rendszert jelez, aminek a demokráciához semmi köze nincsen. Most itt kezdődik a nagy baj. Itt kezdődik a nagy baj, hogy melyik korszak nem bírja a filozófus. Mert nem bírja a kritikát, nem bírja, hogy ne szeressék. Kádárján se szerette, nem szerették. Orbán Viktor se szerette, nem szerették. Vigyázzon, nem azt mondom, hogy ma Magyarországon diktatúra van. Ezt nem mondom, hanem azt mondom, hogy diktatórikus hajlamú emberek nem tűrik az ellenvéleményt, nem tűrik a kritikát, főleg, miután saját intézkedéseket szentnek tartják. És sajnos a filozófusnak van hatásuk külföldön is. Magyarországon vannak olyan filozófusok, és írók, és zeneszerzők, és karmesterek, és zongoristák, akiket jól ismernek nyugaton, akik, ha felszólalnak, annak visszhangja van, akikben bizalmuk van az embereknek, és megérdemelt bizalmuk van az embereknek, ezt nem bírják, nem viselik el azok a hatalmak, amelyek nem viselik a kritikát. Hát, tehát akkor ezek hazaárulók. Hát körülbelül, hát az államellenes izgatás címszat, mind hazárulók vagyunk. Előből hazárulók vagyunk, azzal azt mondjuk, a jelenlegi kormánynak egyes intézkedései nincsenek az ínyünkre, már hazárulók is vagyunk. Hát ezzel lehet intézni végül. Világos. Is. Verbőcit annak idején, hogyha feljelentették volna külföldön, akkor is hazárulók lettek volna? Hát nézd, a Kossuth Lajos aztán igen hazáruló volt, nem? Az akkori magyar rendszer ellen beszélt Amerikában, nem volt Kossuth Lajos hazáruló, de mennyire az volt? És gondoljon erre, a liberalizmus Magyarországon egy gúnyszóvá vált. Az már rosszabb, mint a nácik lennénk. Ha azt mondják liberális filozófus, amit rólam és mások rétek, az fúj-fúj. Na most kérem szépen, szabad elvűség, szabad gondolkodás, olyan, mint a nácizmus, akkor nagyon-nagyon nagy a baj. Hát, de miért kéne szabadnak lenni? A szabadság az azt jelenti, hogy nincsenek olyan nemes, magasztos célok az ember előtt, aminek a saját szabadságát alárendelni. És miért szeretnénk olyat, amikor, tehát ha legyen nekünk olyan vezetőnk, aki kijelöli számunkra az utat, és magasztos és szent célokért küzdhessünk mi együtt, és nemezhessünk gyerekeket, és szaporíthassuk a családot, és azok, akik ebből ki akarnak lógni, azok nem Magyarország érdekeit akarják. Én nagyon szeretem, ha az emberek gyermekeket nemzenek és szülnek, mert az gyönyörű dolog, ha az embereknek családjuk van. Azt is szeretem, az embereknek eszméik vannak, és vannak eszmék, amik fontosabbnak tartják, mint az anyagi hasznukat. De nem erről van szó. Arról van szó, hogy csak egyetlen eszme az igaz, az az abszolút igaz, csak amit én mondok, az abszolút igazság, és minden más eszme, amiért más, sokkal többet áldoz. Ugye, mert ők most nem áldoznak fel Istené semmit. Az állásukat védik azzal, hogy az embert rágalmazzák. Azok, akiket rágalmaznak, azok, akik a rágalmazás ellen felszólalnak, azok kockáztatnak, nem ők kockáztatnak. Hát az eszmeért valaki kiáll, mindig az üldözött áll ki az eszméért, sosem az üldöző. Ugye akkor, amikor már sok-sok évvel ezelőtt a Orbán Viktor, vagy a Fidesz, vagy valószínűleg ez a két dolog ugyanaz, kijelentették azt, hogy Magyarországon a létező két nagyon erős támogatottságú párt közül az egyik, miután a kommunisták leszármazottja, az ő hagyatékukat viszik tovább, ezért ők illegitimek tulajdonképpen. Tehát ők nem, tehát azok, akik baloldalon vannak Magyarországon, azokat nem szabad számításba venni, hiszen azok a diktátorok leszármazottai. Mondjuk nem fizikai, hanem ideológiai alapon.
Tehát nem létezik Magyarországon csak egy út, és az egy út, az a jobboldali út, a jobboldali úton pedig, ugye Orbán Viktor és a Fidesz azt jelentette ki, hogy egy a zászló, ugye? Tehát mindenkinek egy párt alá kell besorakoznia. Ez már nagyon régóta nyílt titok Magyarországon, hogy ebben az esetben, hogyha csak egyetlen ideológia és az azt képviselő egyetlen politikai pártnak van létjogosultsága arra, hogy egyáltalán politikai véleményt formáljon ezáltal, hogy a politikai hatalomra törjön, akkor itt ezen a ponton a demokráciának már a szándékoknál is vége van. Nagyon érdekes, amit mondott, de én a Fidesz és az Orbán Viktor féle politikát nem tudnám teljesen azonosítani. Meg vagyok győződve arról, hogy a mai Fideszben még a képviselők, még a vezetők körében is vannak olyan emberek, akiknek nem tetszik az, amit Orbán Viktor most csinál, de nem tudnak ellen mit tenni, mert hiszen ő a Fidesznek a megkérdőjelezhetetlen vezére. De biztos csak benne, hogy sokan rosszul érzik magukat. Nem tudom elképzelni, akik számára a polgári párt a fontos, nem egy polgári párt, semmi köze a polgári értékhez, polgári erényhez, a polgári becsülethez. Hát aki magát konzervatívnak és polgári párthoz tartozónak gondolja, aznak ehhez a politikához nagyon kevés köze lehet. Még akkor is a Fidesznek a tagja, Fidesz vezetőségnek tagja. Nem hiszem, hogy minden fideszes gyűlölő liberalizmus, vagy haragszik erre a kifejezésre. De ugye fejtől bűzlik a hal, mondja a magyar közmondás. Mindig az a kérdés, hogy milyen hatalma van annak, akit akarva akaratlanul, de mégis ezzel a párttal azonosítanak, és mi is ezzel azonosítunk, holott voltak éppen bizonyos, sértő egyes emberekre nézve, akik abban a pártban vannak. Ugyanazt mondhatom el, mint elmondtam az MSZP-ről. MSZNP-ben is vannak régi MSZNP-sek, MSZP-ben is vannak régi kádáristák, holott persze több kádárista van a mostani Fidesz kormányban, mint az MSZP-ben valahol volt. Azt hiszem egyetlen kormány volt, vagy nem volt kádárista, az Antal kormány volt, mindegyikben volt. De hát ott vannak tényleg olyan, akik a régi rendszerben szerepet játszottak, de a többségük nem olyan, a többségüknek nem az a koncepció, a többségük másként gondolkozik. De ezek az azonosítások rossz azonosítások, de nem ugyanannyira rossz. Mert az MSZP-t MSZNP-vel azonosítani nem ugyanaz, mint a Fidesz az Orbánnal azonosítani, mert az MSZP-ben több lehetőség volt arra, hogy az emberek a saját koncept kifejezzék, hogy konfliktusok jönnek létre, platformok jönnek létre, még ilyesmi platform, koncepció semmi szerepet nem játszik a mai Fidesznek a szervezetében, szervezeti felépítésében és az emberek lehetőségeiben. Azt mondja, hogy vannak jó érzésű emberek, akik biztos másképpen gondolkodnak. Én 54-ben születtem, és elég sokáig és voltam, hogy mondjam, gyermeke a kádári kornak, láttam ennek a működését, azt is, hogy nem mindenki értett egyet azzal, ami történt, ugyanakkor mégis már minimális eltérésért is ugye jöttek és dollárt kerestek mondjuk filozófusok szekrékéjében. Tehát hiába vannak árnyalatok egy pártrendszeren belül, azok nem fognak a felszínre jutni, legfeljebb belső ilyen-olyan-amolyan vitákban, amikről a közvélemény soha nem fog értesülni, legfeljebb utólag, hogyha ebben már valakit leváltottak. Ebben nem vagyok olyan biztos, mint ön. Látja, ebben nem vagyok olyan biztos. Bízunk az emberekben, nem vagyok olyan biztos benne, mint ön. Magyar Tudományos Akadémia elnöke is önökkel szemben felsorakozott. Magyar Tudományos Akadémia elnöke Pálinkó és József voltak éppen kétértelműen nyilatkozik. Egyrészt felsorakozik ellenünk, másrészt nem mondja ugyanazt, amit ők mondanák. Azért nem ismétli a Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, különösen a Magyar Fórumnak a koncepcióját, nem ismétli, amit ők mondanak, ugyanakkor elhatárolódik tőlünk. Tehát volt egy hintapolitikai tűz, ami olyan régi hagyománya van Magyarországon.
Hát nem, az ő csodálkozik, hogy ennyi pénzt el lehetett költeni. Egy csomó olyan dolgot mond, ami egybeesik, legalábbis az újságbeli hírekben. De nem mondja azt, hogy elloptuk és elcsaltuk ezt a pénzt. Hát jó, hát hogy lehetett ennyi pénzt elkölteni? Én nem védem Pálinkás Józsefet. Én azt mondom, hogy különböztessük meg az embereket egymástól. Az emberek nüanszokban különböznek egymástól, ez minden korszakban így van, és vegyük tudomásul, hogy vannak ilyen nüanszok. Az, hogy a Fideszben is vannak ilyen nüanszok. Én persze csak... Mondjuk a miniszterelnök és a miniszterelnök helyettes beszél, nem ugyanúgy beszél. Igen. De tehát én túlságosan jóhiszeműnek találom azt, hogy ön például a Magyar Tudományos Akadémia elnökének viselkedéséről, hogy önökkel kapcsolatos állásfoglalásáról gondolkodik, és örülök neki, mert az optimistább dolog az mindig szebb, mint a pessimista. De én nagyon nehezen tudom elfogadni azt, hogy valaki, aki a tudományosság felkent papja Magyarországon, hiszen a Tudományos Akadémia vezetése másról nem is szól, mint arról, hogy neki a mindennapi életben, a politikában és mindenhol a tudományosságot kell képviselnie. Ez pontosan így van, de tudja, hogy ez nem... Most én nem védem, én nem azt mondom, hogy ő a saját elvi vagy eszmei feladatát tisztességesen teljesítette, ezt nem mondom. Én azt mondom, hogy az embereknek mindig megvannak a kis kibúvóik. Mondjuk májusban lesz az elnökválasztás, és ha fölülről leszólnak, nem fogják őt még egyszer megválasztani az akadémia elnökének. Ilyen rugókra jár az ember fia Magyarországon. Ez nem biztos a szívéből jön, de ilyen rúgokat jár az ember fia Magyarországon. És nagyon sokan gyávaságban csinálnak, nagyon sokan állásféltésből, többségük állásféltésből, gyávaságból. Aztán persze meggyőzik magukat, nem szeretnek saját maguk csirkefogóként látani saját maguk előtt, meggyőzik maguknak, hogy tényleg hitték azt, amit vallanak, hitték azt, amit mondanak, pedig gyávaságból és pénzféltésből és más ilyen motivumból történt. Ez sajnos úgy hangjam az emberi természet, és ezért Kantnak igaza van, olyan intézményeket kell hoznunk, hogy még a pokol fajzat is tisztességesen viselkedjen ezen intézmények között. Most pedig megváltoztatják az intézményeket. Olyan intézményeket hoznak létre, úgy változtatják meg, hogy a pokol fajzat úgy fog viselkedni, mint a pokol fajzat. Ez a probléma. Hol állunk a kazettában, Levente? Félúton. Jó, akkor nem még izgulok. Még a tisztességes ember is így fog viselkedni, mint a pokolfajza. Hát ezt már átéltük, nem? Tehát azt hiszem, hogy legalábbis az én életemben mindenféleképpen az az én élményem, hogy az életemnek jelentős részét 1989-ig ilyen körülmények között éltem le. Így van. 1989 előtt... És voltak éppen az emberek úgy viselkedtek, ahogy alkalmazkodtak a körülményekhez. Tehát gyávák voltak, tehát sunyik voltak, annélkül, hogy egyetértettek volna azzal, ami történt. De azért a helyzet nem egészen ugyanaz. Mi a különbség? Azért ott egy szükséges helyzet volt. Mi egy megszállt ország voltunk. Szovjet csapatoktól megszállt ország. Nem léphettünk ki abból a körből, amiben minket a külpolitika bezárt. Tehát nem lehetett Magyarországon demokrácia Kádár János idején. Ott volt egy külpolitikai nyomás. Most az Európai Unió tagja vagyok. Most az külpolitikai nyomás vagy nincs, vagy ha van, egy pici ellenkező irányban van. Tehát most rajtunk múlik, hogy marad-e ez a világ, vagy nem marad ez a világ. Amit maga az optimizmusomnak mond, az ennek a hangsúlyozása. Igenis rajtunk múlik. Miattunk vált ilyenné, mint amilyen most, tehát rajtunk múlik, hogy megváltozzék. Mert nem fog a Szovjetunió, vagy Csehszlovákia, ami már nem létezik, hogy akárki beavatkozni ide, akár katonai erővel, akármilyen módon. A saját felelősséget hangsúlyozott. Nem szabad ennek a helyzetnek előállnia. Nagyon sok hibát követett el a liberalizmus, az SZDSZ, nagyon sok hibát az MSZP, nagyon sok hibát egyes emberek, értelmiséget beleértve, magunkat beleértve, hogy ebbe a helyzetbe jutottunk. Mit? Mik ezek a hibák, a korrupció, a teszhetőszasság, vagy mik ezek a hibák? Én erről sokszor beszéltem. Az, hogy mi is
Tehát, hogy liberális értelmiség, és nagyon gyakran fontosabbnak tartotta a pillanatnyi politikai érdeket, most zárójelbe teszem, hogy jó vagy rossz volt ez az érdek, pillanatnyi politikai érdeket, mint az elveket és a demokratikus intézményeknek a követelményeit. Mondjuk például, mindig ezt hoztam példának, ezt mondtam most Mulko Kunce Gábornak is. Ugye Gyurcsány Ferenc 2006-ban maga ellen bizalmatlansági indítványt nyújtott be. Nem szabadott volna a liberálisoknak neki bizalmat szavazni. Ez egy olyan mértékű elvtelenség volt. És ezt elmondtam Kunce Gábornak, azt mondja, ja, ha nem szavaz bizalmat, akkor Orbán Viktor kerül kormánya. Megkérdeztem őt, és most ki van kormányon? Ugye nem szabad az elveket feladni azért, hogy a pillanatnyi helyzetben egy párt jobban álljon, vagy a parlamenten maradjon, vagy parlamenti csoportot alkosson, frakciót alkosson. Fontosabb dolgok is vannak akkor. Ha ők akkor nem szavaznak bizalmat. Nagyon nagy hiba volt, mert Gyurcsánynak nem szabad volna a 2006-ban bizalmat. Én kedvelem Gyurcsány Ferencet személyesen. Nagyon tisztességes, rendes embernek tartom, de akkor a politikai baklövés követett el, hogy azután nem szabadott volna megtartani miniszterelnöknek. Abszolút. Erre azt mondtam, jó, akkor nyer a Fidesz, de nincs kétharmad többsége. 4 évre nyer. Úgyhogy ez a rövid látás, ami többször jellemezte, és az értelmiségeket is, akik támogatták mondjuk az SZDSZ-t, a liberális értelmiséget ebben az őrülményben, ugye? Hogy mindenáron kormányon maradni. Ez a legrosszabb taktika volt, és persze közben a Fidesz állandóan destruál, de mit várhattunk tőle más, mint destruációt? Nekünk kellett volna másként viselkedni. Mi nem viselkedtünk másként. És hozzájárultunk saját vesztünkhöz. Ebben teljesen egyetértek. Ágnessel, ebben teljesen egyetértek, így van. Sőt, más korábban is. Akkor, amikor elvi alapon a két párt komolyan szembe került egymással, társutassá váltak 1995-től kezdve, de voltak olyan pillanatok, amikor ezt a társutasságot nem lett volna szabad politikai haszonra váltani. Pontosan. Mert meg kellett volna az elveknél maradni, amennyiben megmaradnak az elveknél, akkor az SZDSZ, vagy a liberalizmus Magyarországon ma is egy jelentős politikai tényező. És nem lenne csúfnév. Jelentős politikai szerepet tudna játszani. Hagyományos liberális, nem lenne csúfnév. Csúfnév, ez azért megkérdőjelezem, tehát a 1989-90-ben az első SZDSZ-es politikai, tehát a mostani demokrácia születésének első pillanatában a belvárosban az SZDSZ politikai választási plakátjainak a jelentős része át volt húzva, és öles betűkkel rá volt írva, hogy zsidó. Ettől a perctől kezdve a liberalizmus és az antiszemitizmus, hogy mondjam, a bélyegénvel kellett, hogy megküzdjön, és hát mi sem kell az egyszerű embernek. Akármi volt a plakáton írva, antiszemitizmus mindig van, talán mindig is lesz. Az ország lakosának majdnem a fele ugyanakkor az SZDSZ-re szavazott. Igen. Ennek ellenére, ezzel együtt. Mert akkor még nem volt érdekes az antiszemitizmus, akkor még csak nagyon-nagyon... Maga hozta föl példának. Igen. Az SZDSZ plakátokra zsidózás fajta, tudom, a Tamás Gáspár Miklós mellett is ott is zsidózó megjegyzések voltak. Csak azt mondom, ennek ellenére majdnem az ország fel az SZDSZ-el szavazott. Azért nem kell, van antiszemitmus Magyarországon, ugye a Magyar Fórum most cúslágot tette mellénk képen, az a kis ostobaság, de az antiszemitmus nem jelenti, hogy az emberek általában az antiszemitmus vonalán fognak választani, fognak dönteni egyes kérdésekben. Magyarországon az a baj, nincs liberális konzervativizmus, ezzel megszűnt, az SZDSZ most hozzákötötte magát, akkor is, mikor nem szabadott, hogy a szocialistákhoz, ez nem a szocialista kritikára, azt mondom, nem volt önálló liberális politika. Van, ha önálló szociáldemokrata politika, legyen önálló liberális politika, nem volt ilyen politika. Ennél fogva Magyarországon, aminek nagyon lennie kéne, konzervatív liberalizmus nincs, nem létezik, mert arra lenne ennek az országnak leginkább szüksége. És a cuslág ügyben ugye 70 millió forint körüli összeget a vádak
és az ítélet alapján pályázati úton különböző szocialista ifjúsági szervezeteknek juttattak el. Ezért a 70 millió forintért 8,5 év börtönbüntetést szabtak ki. Cuslak tényleg csinált valamit, ami nem volt legális. Tehát megérdemli, hogy vádat emeljenek ellene. Mondjuk a büntetésnek a mértéke azt mutatja, hogy ez is egy kirakat per. Csináltak belőle egy kirakat per. Ennél kevesebbet adnak emberölésért, vagy megerőszakolásért, mint amit neki ezért kb. 90%-át vissza is fizette a pénzbe. Ja, itt is valami van mögötte, mi lehet mögötte, amit én felteszem, nem tudom. Nehogy azt mondják, hogy most hazudtam. Felteszem, véleményem szerint, azt akarták rávenni, hogy Gyurcsány ellen tanúskodjon. És ha azt nem tette, akkor lehet, hogy még 15 évre fogják emelni a büntetését büntetésképpen. És ez már nem jogi büntetés, ez politikai büntetés. Ezért mondtam, Cuslak per, aminek volt alapja, ez most már kirakat perré változott. Heller Ágnes neve mellett most ugye a félmilliárdon kívül kb. 70 millió szerepel, szintén pályázati pénzekkel kapcsolatban. Elképzelhetőnek tartja azt, hogy valakiknek a fejében egy 8 éves börtönbüntetés kívánatos lenne Heller Ágnessel kapcsolatban? Lehet, hogy borzalmasan szeretnék, de nem megy, ugyanis semmi szabálytalanságot nem követtünk el. És azért nincs az ügyész, akit vádat tudna emelni, mert nincs mire vádat emelni. Valami alapjának kell lenni. Ez a pénz nem ment a szocialista ifjúsági mozgalomra. Ez a pénz arra ment, amire fölvettük. Ennek köszönjük nem fognak semmit se találni. De nem érdekes, nem is a fontos számukra. Már be van sározva a nevünk. Ha nem találnak semmit, nem lesz többé szó róla. Nem lesz arról szó, hogy nem találtak semmit. Semmiről se lesz többé szó. Ha jól értelmezem, akkor ugye ez a 2009-es részegkiabálás és közeltetlegesség is már Demeter Istvánnak egy ilyen jellegű vádjából indult el, hogy bizonyos pályázati pénzeket nem jól használt fel a... Már nem is tudom, hogy személy szerint kicsoda. Borbély Gábornak mondta, hogy a Borbély elsikasztotta a pályázati pénzt, Gábor György megvédte Borbély Gábort, erre mondott az, hogy ti most mi spóketek, az mindig hazudik, vagy valami ilyesfélét. Ugye amit most már a kúria is antiszemita megjegyzésnek hát értékelt, nem is értékeletett másként, de úgy látszik, mégis van független magyar bíróság, ebben kicsit optimista lette. Demeternek mi volt az érdeke, vagy mi lehetett az érdeke ebben az egészben? Ő kimaradt esetleg valamilyen pályázatból, neki valamilyen pályázatát nem fogadták el. Tehát ha nem lopott Borbély Gábor, akkor miért kezdte ezt az egészet? Nézze, azért kezdte, mert részeg volt. Mert részeg egy rossz ember, egy rossz indulatú ember, aki részeg. De hát a részeg ember az előtt józanon már a gondolatnak meg kellett fogalmazódni, a legfeljebb józanon nem mondta volna ki. Részegen kimondta azt, amit józanon nem mondott volna ki. Nem, mi volt nem vagyok ez a gondolat? Az embertennek a cipő fogalmam nincs, nem ismerem a lelkét, őt sem ismerem, egyszer láttam az életben az első szintű tárgyalásán a Gábor Gyuri perének, úgyhogy nem is ismerem a Demetert, fogalmam nincs, hogy miért mondta, mi játszódott le a lelkében. De hogy akkor az lehetséges, hogy két oldalról indult el, ugye egyrészt onnan elindult egy vádaskodás, ami találkozott, vagy úgy tűnik, hogy találkozik a legfelsőbb politikai szándékokkal. Pontosan. Voltak már féltékeny és gyűlölködő filozófusok, nem elsősorban Demeter, ő is benne van, de mások. Hát többször is említem, hogy Nyír Kristóf, már a 70-es évek elején is azzal vádolt bennünket, hogy morális terror gyakorlunk a kádárista értelmiség felett, és különben munkásőr volt. Ugye a munkásőr egyenruhában járt.
Most ez az ember tanít minket ki demokráciára, akik ellenállók voltunk. Ebben van valami furcsaság. Mondhatnám, hogy majdnem komikus, de személyes gyűlölet erős benne. Személyes gyűlölet, mindenütt vannak gyűlölködők. Ezt mondtam már egyszer, minden szakmában vannak gyűlölködők, akik beszartják másikat sározni. De nem minden újság hozza el a gyűlölködőknek a nyilatkozatait, nem mindegyik támasztja alá, nem mindegyik ad neki politikai hátországot, nem mindegyik közöl filozófiai magánügyeket, gyűlöleti magánügyeket 8 napon keresztül a jobboldal minden sajtójában. Itt ők csak eszköz, ők, akik az anyagot szolgáltatták, de a motor nem ők voltak. Van olyan dolog, amit én nem említettem, de fontos volna, mint üzenet? Én nem üzenek semmit, csak azt mondom, hogy mint előre mondtam, hogy semmit az égvilágon nem fognak találni. A főinkvizítornak most átadták, tudja, van egy főinkvizítorunk, annak átadták most, hogy az eretnekséget kutatja az inkvizítor. Eretnekséget gyorsan föl tudja fedni, de pénzügy visszaélés nem fog fölfedni. És ebben különbözik ma a Kádár rezsim, hogy az eretnekség alapján az embereket mégsem lehet börtönbe dugni. Ugye akkor antimarxista az elég volt, de most, hogy liberális, azért nem lesz elég. Mert nem találnak semmi más, azt hiszem, hogy a dolog el fog a végén aludni, de nem fog elaludni, mert itt van a levegőben, és csomó ember azt tényleg elhiszi azt, amit mondtak egyszer neki, mert az ellenkezőt sose fogják mondani. Helyreigazítás nem lesz a magyar nemzetben. Holott? Holott? Én pert indítottam a magyar nemzet ellenben, és az első kérdés mindig helyreigazítás. Nem fognak helyreigazítást. Sose közölnek helyreigazítást ezek a lapok. Úgyhogy az emberek azt mondta, hogy jó, hát az, hogy valaki pert nyert vagy vesztett, kit érdekel, az nem jelenik meg sehol. Csak ilyen pici betűkkel esetleg. Tehát a besározás marad, akármi a következménye. Sokan dolgoznak ebben az országban is, mint máshol is, úgy, hogy az agyukat és a lelküket adják oda másoknak. Az értelmiségre gondolok. Milyen üzenete van ennek az ügynek az értelmiség felé? Azért ne idealizáljuk magunkat. Lelkünket, szellemünket odaadjuk, de élvezzük azt, amit csinálunk. Hogy azért csináljuk, amit csinálunk, mi értelmiség. Író azért ír, a költő azért költ, a filozófus azért filozofál, mert többek között nagyon szereti azt csinálni, amit csinál. És miközben van büszkesége is, nem mindenkinek, annak van egyes filozófusnak, egyes íróknak. Megvan az a büszkeségük, hogy nem hajolnak meg az erőszaknak, hogy nem hajlandok megtörni az erőszak nyomás alatt, legalábbis egy bizonyos fokig, hát béleg az embert mondjuk az inkvizíció kínzó kamráiban megtörtek természetesen, kezdik az embert kínozni, de ilyen körülmények között, mint nálunk vannak, nagyon nehéz, ha egyáltalán lehetséges ezeket az embereket megtörni. És ennyiben nagyon fontos az, amit csinálunk, mert valami morális normát azért fenn kell egy világban tartani. Nem azért, mert mi feláldozzuk magunkat, mert mondom, szeretjük csinálni, amit csinálunk, örömmel csináljuk, de ez, hogy azért tudjuk örömmel csinálni, mert morális tisztességgel csináljuk. Mert elkezdenünk hazudni, össze-vissza hazudni, saját magunknak ártanánk a legtöbbet. Ágnes, egy középiskolai tanár, aki fölött ott van az igazgatója, az igazgató fölött ott van a, majd megint lesz biztos, tanfelügyelő fölött a minisztérium, és még ott van a helyi önkormányzat, és még nem tudom kicsoda. Azért nekik mégiscsak van egy üzenet, hogyha sikerül önökkel végigcsinálni, amit végigcsinál. Nézze, a szegény tanító az olyan mértékben függ a följebb valójától, és a magyar porosz oktatási rendszer olyan mértékben elavult, még ma is olyan mértékben elavult, hogy nem lehet senkit se kárhoztatni azért, hogyha kicsit lapul, ha kicsit elgyávol, mert hát, ahogy szokták mondani, mindenkinek családja van, gyereke van és egyebek, nem akarok morális kritikát gyakorolni azok felett, akik most mellé lépnek, és azt mondják, hála Istennek nem mi vagyunk találva, hála Istennek másokat találva, hála Istennek mi vidéken vagyunk, kit érdekel a falu, ezek mindig központi emberek, minket vidéken nem ismernek külföldön, mi nem írunk külföldi lapokba, a mi nézeteink nem érdekel senkit. Na, így beszélnek az emberek, és abszolút nehogy azt mondja, nem gyakorolok morális terrort. Nem kárhoztatom ezért az embereket egyáltalán. Én csak azokat kárhoztatom, akik az embereket ilyen helyzetbe hozzák.
kimúlik az, hogy végül is, tehát ha elfogadjuk azt, hogy az emberek alapvetően mégiscsak mindig a saját érdekeiket kell, hogy nézzék, akkor kimúlik az, hogy mégiscsak vannak változások időnként a történelem során. Mert nem mindig, mert vannak időként olyan fellazulási pillanatok, amikor az emberek annyira bőgyükben van, ami történik, hogy ők is aktívan részt vesznek abban, hogy valami megváltozzék. Aztán amikor az is olyan helyzet is, hogy kevésbé veszélyes beszélni. 80-as években már nem zártak senkit börtönbe a kádárék, hogy a lelkismeretük szerint beszéltek, főleg nem akasztottak már. Tehát akkor könnyebb volt beszélni, mint akkor, amikor akasztották. És akkor, amikor súlyos börtönbüntetéseket róltak az emberek. Tehát van egy fellazulásnak lehet tekinteni. Aztán manapság az egy könnyebbség, hogy utána nem lehet a határokat lezárni. Nem lehet megtagadni a kiutazási vízumot. Nem lehet az ember bezárni abba az országba. Sok minden megváltozott a környező világban, amik esetleg lehetővé teszi, hogy valami meginduljon, és ez valami megváltoztas emberek véleményét. Szerintem a legfontosabb az lenne a Fideszben magában lenne a változás, maga optimizmussal vádolt engem, lehet, hogy igaza van, de ott lennének egyes ember, akiről végig tudható, hogy nem értenek egyet ezzel a szélsőséges politikával, és önfejű politikával, és önfejű gazdaságpolitikával, öngyilkos ez a politika, ők nem akarnak öngyilkos, valamit megpróbálnak, és ha valamit ők megpróbálnak, akkor többiek is gondolják, hogy van más is, akár csatlakozhatunk, nem biztos, hogy fejünket veszik, hogy elmondjuk a véleményüket. Ebbe bizakodom.